És most hallgassátok meg Stribik Ferencet, a Budaörsi I. és Gyula gimnázium tanárát, a hálózat, a tanszabadságért tagját. Honfitársaim! Valamennyien biztosak lehetünk abban, hogy fejlődésünk alapja a minőségi oktatás. Az új köznevelési törvény azonban az országot tévútra taszítja. Gyalázat, hogy leszállítják a tankötelezettség korhatárát. Gyalázat, hogy milliárdokat vonnak el a közoktatástól. Gyalázat, hogy államosítják az iskolákat. Gyalázat, hogy központosítják a tanterveket. A hálózat a tanszabadságért azért küzd, hogy iskoláinkban szabad és gondolkodó embereket neveljünk. A kormányzat azonban nem akarja ezt. Olyan országot akarnak, ahol a hatalom által előírtakat a nép kussolva engedelmesen teljesíti. Elnyomó iskolát akarnak, ahol megfélemlített és fásult tanárok fegyelmezik diák alatt valóikat. Mi viszont olyan iskolát akarunk, ahol alkotó értelmiségiek partnerként dolgoznak együtt diákjaikkal. Az iskola hivatása, küldetése, a személyiség kibontakoztatása. Miféle kormányzat az, ami ezt ellehetetleníti? Tiltakozunk az intézményi és szakmai autonómia felszámolása ellen. Mutassuk meg gyermekeinknek, tanítványainknak, hogy nem szolgák, hanem autonóm emberek vagyunk. Követeljük, hogy tárgyalják újra a köznevelés ügyét. Követeljük, hogy minden érdekelt fél részvételével alakuljon országos közoktatási, köznevelési kerekasztal. És ha érveinket, szakmai véleményünket továbbra is félresöprik, keményebb eszközökkel küzdjünk. Ha kell, sztrájkoljunk. Ha kell, bojkottáljuk a vizsgáztatást. Mutassuk meg, hogy bátor emberek vagyunk, akiktől elidegeníthetetlen a szabad véleménynyilvánítás méltósága.